Augusztus elején 70 plusz 7 címmel nyílt kiállítás Székhelyi Edit és Balogh Géza alkotásaiból a Városi Galériában Nyíregyházán. Október elején a két művész életmű kiállítása további munkákkal folytatódott plusz címmel. A festmények, tusrajzok és kisplasztikák megnyitó nélküli csendes váltással kerültek a kiállító térbe. A 70 plusz 7 a Géza ötlete volt, hiszen ő 77 éves, én pedig 70. Október 12-éig, mert akkor leszek 71. Tehát éppen belefért ebbe a 70 plusz 7-be, és nekem is nagyon tetszett, szellemesnek találtam, személyesnek találtam, kedvesnek találtam, valósnak találtam, úgyhogy a plusz pedig, mikor áthoztuk az anyagot, vagy áthozták a fiúk áldozatos és nagyon-nagyon odaadó munkával, én több mint 95 munkát készítettem össze, és már szégyenkeztem is, hogy nem is kellene annyit, de hiszen életmű töredék végül is, és úgy gondoltam, legyen miből válogatni, és Géza már akkor ránk bízta a válogatást, a lányaira is rám, és akkor összeválogattunk egy olyan anyagot, ami itt még nem volt látható, a nagy rajzokra gondolok, illetve egy része nagyon régen. És mondta Jofó, hogy mit szólnánk ahhoz, hogyha ez folytatódna itt a págyolateremben más anyaggal, tehát más válogatással, és ez a plusz, tehát a kiállítás folytatása a plusz. És hát örömmel mondtunk igent. A plusz kiállítás egyik hangsúlyos részét Székhelyi Edit A szabadság relatív volt a című sorozata adja. A művész saját bevallása szerint szívesen időzik el hosszabban egy-egy témánál, technikánál. Ha valaki ismer, tudja, hogy amíg egy gondolat foglalkoztat, addig, és rájövök, hogy hogyan jelenítsem meg, addig azt én megjelenítem többször, több technikával. A szabadság relatív voltában a lényeges gondolat az, hogy vajon ki a szabad? Mint ahogy sokszor megkérdeztem, hogy ki az áldozat? Ki a szabad? Az, aki a hálóban van, vagy az, aki kívül? El lehet rajta gondolkodni, hogy egy zárt, nem feltétlenül börtönnek tekintett keret, háló, otthon, közeg, közösség, nagyobb szabadságot ad, vagy adhat egy embernek, mint az, amikor szabadon a végtelenben, korlátok nélkül, talán irányító erők nélkül úszhat, szárnyalhat, vagy elveszhet. És nem fogalmaztam meg így még soha, de legalábbis ilyen részletességgel, de ez érdekelt. Ezeket a papírtekercseket Balogh Géza eredetileg egy tüzépen találta kidobva, onnan mentette ki, mesélte el Székhelyi Edit. Hozzátette, nem szabad csodálkozni azon, hogy az emberek többsége nem vágyik kis plasztikák elhelyezésére az otthonában. Ezek a plasztikák, amelyek geometriájukkal, titokzatosságukkal nem feltétlenül könnyű felismerhetőségükkel, értelmezhetőségükkel, nehezebben találják meg a helyüket egy személyes térben. Azt gondolom, hogy kell hozzá egy nagy tér, azt gondolom, hogy kell hozzá egy értő szem, és akkor igen. A múzeumi környezet az én korosztályomnak nagyon izgalmas, de azért nagyrészt egy halott környezetnek tűnt. Ma már a múzeumok is sokkal elevenebb programokkal várják a látogatókat. Ezek az interaktív dolgok, meg egyáltalán az egésznek a metodikája, az élettel való megtöltése, ez nagy cél, hogy behívják az embereket. Székhelyi Edit és Balogh Géza plusz című közös kiállítása még október 26-áig tekinthető meg Nyíregyházán a Városi Galériában. A kiállítással bővebben pénteki Weekend című műsorunkban foglalkozunk.